Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Egyre időszerűbb átállni a tavaszi-nyári közlekedésre, ehhez pedig a gépjárművek műszaki felkészítését is el kell végezni. Erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Nehézségek, számos kihívás a vendéglátás ágazatában. Közlekedésbiztonság, át kell állni a tavaszi üzemmódra. Segítik a vállalkozásokat, bővülő kamarai szolgáltatások. Infláció, áremelkedés, megdrágult energia, munkaerőhiány. Ezek azok a problémák, amelyekkel szembe kell nézni a vendéglátói szektornak. Egyre nehezebb manapság szakácsot, pincért és szobaasszonyt találni, miközben a turisztikai szakemberek szerint az ágazatban dolgozók bére kezdi elérni a nyugat-európai színvonalat. Igaz, ezért nem heti 5 napot és nem napi 8 órát dolgoznak az érintettek. Az, hogy vendéglátóhely és vendéglátóhely is teljesen más szokások vannak. Szoktuk mondani azt, hogy ahány ház, annyi szokás. De természetesen igen, itt is fölfelé mennek az árak. Az elmúlt másfél év az semmi másról nem szól, csak folyamatos áremelkedésre. Az inflációnak a hatását másképp nagyon nehéz volt kivédeni, mint hogy mi is mentünk az áremeléssel. Ugyanis volt olyan, hogy napi árasak voltak a termékek. Most úgy nagyjából egy-két hétre már tudunk tervezni, vannak árajánlataink, vannak árkatalógusaink, amelyek most már nem úgy jönnek ki, mint tavaly ilyenkor, hogy üres volt a jobb oldal, ahol az árat tartalmazta. Ezt mindig a beszállításkor kaptuk meg a szállítólevélen, hogy az az adott mennyiség, az az adott rendelés, az mennyibe fog kerülni. Én úgy gondolom, hogy a másfél évvel ezelőtti bázishoz képest egy közel 50-60-70% áremelés az biztosan érzékelhető, és körülbelül ennyivel nyúltak hozzá kollégák az akkori árakhoz. Ez nem azt jelenti, hogy az inflációs hatás 70%, hanem itt az árak mentek föl ennyivel. Pontosan amiatt, mert megdrágult az energia, pontosan azért, mert megdrágultak az alapanyagok. És azért mondtam, hogy a hányház annyi szokás, ugyanis mindenki más energiaellátottságot kell, hogy megfizessen, mindenki más, hogy kötötte az energia számláit, illetve szerződéseit, mindenki másfajta alapanyagot, van, aki jobbat, van, aki közepesen jót, van, aki prémium minőséget használ, és ezeknek az átcsoportosítása, az oda-vissza tologatása eredményezhet egy ilyen 50-70%-os árdrágulást, akár a tavalyi évhez képest is. Én azt gondolom, hogy sok minden közrejátszott. Közrejátszott a 2019 év végével begyűrűző világszerte a Covid, aztán jött ennek a post-Covid változata, közel egy évvel indult a háború itt a szomszédos Ukrajnában, amely nem csak itt Szabadszatmár-Bereg megyében, hanem egész Európában érezteti hatását. És hogy ennek mikor lesz vége, most elkezdődött a bankoknak a bedőlése a tengeren túlon, aztán majd Európába követte egy svájci banknak a meginogása, de sok-sok minden van, amely a gazdaságot, a gazdaság szereplőit érzékenyen érintik, többek között minket, turisztikai szereplőket is. Én azt érzem, hogy most pontosan ugyanúgy állunk, mint 2020-ban, amikor a Covid, az első Covid, második Covid, harmadik Covid hullám után. Most mindenki megint ül a széken, szorítja maga alatt, hogy talán lesz a jövő, ami pozitívum és amit lehet érzékelni, hogy 2023. január-februárjában a turisztikai mutatószámok ezek nagyon-nagyon jól fordultak. Soha nem látott vendégészaka szám növekedés volt a szektoron belül, illetve a vendégek száma is egy 15-20%-a erősödött. A foglalások tekintetében pedig 2023, én most a saját számaimat mondom és a régiós mutatókat, 2023 nyarán ketté szakadt a megye turisztikai szolgáltatói bázisa. Az egyikük teljesen tele a naptár, a másikuknak pedig nagyon hiányos a naptár. Én azt szoktam mindig mondani erre, hogy az a biztos foglalás, ami realizálódik, ami már a tegnapi, és biztosan ki tudjuk pipálni azt a rendezvényt akkor a létszámmal és akkor a bevétellel, mint amelyre számítottunk. Az energiárok már most visszamenőben vannak, mind a gáz, mind a energia villany tekintetében. Szerencsére a foglalásainkat ez nem befolyásolja, tehát ugyanolyan népszerűségnek örvendünk, terven felül tudunk teljesíteni, tervszámokat tudjuk hozni, különböző akciókkal is készül mindig a Hungest Hotels, és ugye a jövő előlátások is nagyon jók, kecsegtetőek a számunkra, mind a tavasz, mind a nyári előfoglalások. Nyilván az inflációt azt nekünk is le kell követnünk az árainkban. Az, hogy ez az infláció hogy fog folytatódni, azt nem tudom, nem látok így előre, de természetesen, hogyha fokozódik, akkor természetesen az árakban nekünk ezt le kell követni. Tehát a GOP-inkat meg kell termelni, amik terv szerint ránk vannak róla.
Most úgy tűnik, hogy a Covid ideje alatt felújításon átesett szállodák, panziók, éttermek, akik tudtak úgy tartalékolni, vagy pályázati keretből felújítani, ők nagyon jól fordultak, nagyon jól fordulnak, nagyon sok vendéget realizálnak, és fognak realizálni a jövőben is. A foglalások is ezt mutatják, és azok a kollégák, akik sajnos nem tudtak lépést tartani a fejlődéssel, ők sokkal kevesebb vendégre számíthatnak, és nagyon sok kollégával beszélek, nagyon sokkal egyeztetünk, jó gyakorlatokat próbálunk nekik átnyújtani, akár energiaracionalizálás témakörben, akár az újonnan bevezetett ENTAK ügyében. Ez az ENTAK, ez a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltatási Központba is becsatlakoznak az éttermek, pontosan azért, hogy visszafelé is kapjunk adatokat, hogy a jövő tervezhetőbb legyen, sokkal egyszerűbb legyen számunkra, mutatószámok viszonyában, és minél több emberrel veszem fel a kapcsolatot, minél több kollégával egyeztetünk, akár online, akár élőben, megoszlik a tömeg, a turisztikai szolgáltatóknak a tömege, egyikőjüknél tele a naptár, másikőjüknél pedig szinte teljesen üres. Nyilván ez globálisan ez minket is érint, ez a probléma, a legnehezebb szobaasszony, szakács és felszolgáló pozíciókat találni, de próbálunk jó munkaadók lenni, és ugye a bérem felújítatásba adunk kafetériát, adunk a kollégáknak, valamint a szállodaláncon belül kedvezményes üdüléssel is lehetősége is fent áll, valamint próbálunk közösségi programokat szervezni. Most volt nőnapi bál, múlt héten pont kim voltunk a Böllér versenyen is a csapattal, tehát hogy próbálunk minél jobban összefogni a csapatot, és minél több béren kívül juttatást adni a kollégák számára. Valamint egy nagyon fontos dolog, olyan időszakokban, amikor ugye a családos anyukák, apukák itt dolgoznak a szállodában, és nem tudják a gyermekfelügyetet megoldani, ilyenkor szervezünk ilyen dolgozói gyerektáborokat, ahol szakképzett óvodapedagógusok figyelnek a gyerekekre, hogy amíg a szülők dolgoznak, és nem megoldott a gyermekek elhelyezése. A mérések és a visszajelzések alapján a Magyarországot elhagyó fiataloknak több mint 50%-a fél éven belül hazatér, nem találja meg a helyét a külföldi nyugat-európai rendszerben. A maradék 50%-a is ketté oszlik, 25%-uk ott marad, és akár életszerűen él a nyugat-európai nagyvárosokban, kisvárosokban, és természetesen több munkahelyen dolgozik egyszerre, akár szakács egy étteremben, aztán majd takarít egy másik helyen, vagy éppen pont fordítva, vagy éppen a kisegítői személyzetet látja valamelyik remek nyugat-európai séf mellett. Ők európai bérért dolgoznak, kettő munkahelyen. Én úgy gondolom, hogy a szektorban az elmúlt 5-6 évben kiegyenesedtek a bérek, európai bérezésért dolgozik ma a turizmus és vendéglátás palettáján szinte mindenki, ugyanis az európai bérek magukkal rántották a magyar béreket, a magyar kollégák kiharcolták maguknak, hogy egy erőteljes béremelés legyen szektoron belül, amelyet megkaptak, de viszont több összetevős ez is, ugyanis hogyha európai környezetben dolgozunk, európai technológiával, európai munkahéttel, azaz a hétfőtől csütörtökig, tehát a 4 napos munkahét, vagy a vendéglátásban a péntek, szombat, vasárnap ez nem elhanyagolható, úgyis a vendégek nagy része akkor érkezik, de akkor is 4 napos munkahét, ahhoz egy európai munkavégzés is szükségeltetik, és na hát itt hibázik a dolog, hogy amikor a magyar fiatalok, középkorúak vagy idősebb korúak kimennek Nyugat-Európába, akkor ugyanezekkel a feltételekkel egy nyugat-európai munkamorált hoznak ők is. Aztán amikor hazaérnek Magyarországra, akkor minthogy elfelejtenék ezt a munkamorált, és kell az európai bér, kell az európai háttér, minden, ami európai, csak éppen a munkamorál marad magyar. És itt a legfontosabb, amely egy vállalkozás szempontjából a profiton kívül, hogy profitorientált minden vállalkozás, mert ugye ezért hoztuk létre, a termelékenység. Hogyha a termelékenységi mutatóink javulnak, akkor az áraink csökkenni fognak. Ez egy nagyon egyszerű közgazdaságbeli tény. Ez olyan, mint az 1 + 1, az mindig 2. Itt, hogyha a termelékenységünk javul, akkor nagy valószínűséggel egy embernek a termelékenysége sokkal többet tesz hozzá a profithoz, ezáltal az árak csökkenthetőek.
csökkenthető az energia egy teljesen energiaracionalizálással, nulla kilométeres ellátási rendszer is kész, és egy jó gyakorlat, amellyel túlélhető bármilyen válság. Volt egy időszak a 2019-es év, 2018-as, amikor Magyarországon csúcsokat döntött a turizmus, irtózat mennyiségű vendég volt a szállodákban, illetve a vendéglátóegységekben. Na ezt a bázist, a 2019-es bázist a mai napig nem sikerült elérni. Szerintem pontosan spiccen van minden vállalkozás. Vannak egy-egy összefolyt időpont, amikor nagyon sok a vendég szállodai szinten, nagyon sok a vendég éttermi szinten, de ezek a csúcsok, ezek nem jellemzőek. Azokkal a humán erőforrás menedzsmenttel, amelyekkel most egy közepes vagy egy közepestől jobb szálloda vagy étterem rendelkezik, ezek igazgatóvá válik a humán erőforrás. Mint bérben a kollégák számára számítható a jövő, mint pedig a étterem részéről, a vendégek részéről, hogy nincsenek fönnakadások. Ami eddig a vendéglátásnak vagy turizmusnak hittünk, az 2020-ban véget ért, teljesen más megközelítésből kell megközelíteni a vállalkozóknak, a munkavállalóknak, a munkaadóknak, illetve a vendégeknek is magát az egész turizmust. Áprilisban tartja a szokásos téli-tavaszi átállást segítő közlekedésbiztonsági akcióját a Vármegyei Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága. Erről, valamint több más közlekedést érintő aktualitásról Szikszai Tihamér, a bizottság titkára számol be. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Az lett volna az első kérdésem, hogy milyen kihívásokat állít a téli-nyári átállás a közlekedők elé, tehát az elsőt azt mindjárt a hétvége meg is hozta, hiszen ezt a bizonyos akciót most hétvégére tervezték, de elmosta az időjárás. Így van, sajnos az időjárással nem tudunk mit kezdeni, de közlekedni bármilyen időjárási körülmények között, illetve majdnem bármilyen időjárási körülmények között kell, csak fel kell rá készülni minden nekünk, mind pedig a gépjárművünknek, és akkor csodákra képes el fogunk jutni A-ból B-be, ráadásul úgy, hogy közlekedés legyen, ami pedig azt jelenti, hogy bizonyos szabályokat betartunk közben. Mindemellett azért visszatérve az időjárásra, elég nagy szélsőségeknek vagyunk kitéve az utóbbi években. Hogyan lehet erre felkészülni a közlekedésben? Nyilvánvalóan kettős módon. Az egyik az, hogy magát a járművet felkészítjük erre az időjárási körülményekre, és ugye minden évszaknak megvan a varázsa és a jellemző körülménye. Hát ez a tavaszi időszak az nyilvánvalóan az esőről fog szólni, a rossz látási körülményekről, hasonlóan az őszihez, csak ugye az idő most már melegszik, tehát mondjuk a téli gumi lecserélése aktuálissá válik, 7-es fok felett van az átlaghőmérséklet, akkor bátran cserélhetjük a téli gumit nyárira. Mindenképpen érdemes ellenőrizni a járművünk világító és jelzőberendezéseit, és mindenképpen érdemes ellenőrizni a tél után magát az ablaktörlő berendezést, hiszen ha egyszer is odafagyott az ablakhoz, akkor sérült a gumi, nyáron a nagy esőben nem fog szépen törölni, csíkossá válik, és lehet, hogy az a nagyon picike kis csíkozás fogja azt eredményezni, hogy nem veszünk észre egy gyalogost vagy egy kerékpárost, és már is kész a baj. Úgy gondolom, hogy egy pár ezer forintos ilyen alkatrész cseréje, ez mindenképpen megéri a befektetést. Most már célszerű lecserélni, felesleges a téli ablakmosó folyadék, hiszen talán a mostani hét kivételével, de már nem fog belefagyni az ablakmosó tartályunkba. És hát nyilván, hogyha a gépjárművet felkészítettük, akkor miközben ezt végezzük, azért fejben is álljunk át arra, hogy egy másfajta időjárási körülmény jön, máshogy kell közlekedni, és hát ez a tavasz gyorsan el fog telleni, jön majd a nyár, amire már külön nincs felkészülés, de mégis át kell gondolni egy-egy hosszabb utat, hiszen ilyenkor ül be a család az autóba, ilyenkor mennek hosszabb útra nyaralni, és ne ott szembesüljenek akár más országok közlekedési szabályaival, akár Magyarországon azzal, hogy megnehezült valamiért ez a közlekedés. Tehát mindenképpen célszerű megtervezni az utat. Sokkal biztonságosabban fogunk elérkezni az úti célunkhoz, hogyha ez egy jól megtervezett, előre elgondolt útirány szerint zajlik. Lehet-e felkészülni olyan időjárási szélsőségekre, mint például ez a porvihar volt, ami ezt a tragédiát okozta az M1-esen? Vagy egy olyan jeges záporra, amikor tényleg mintha dézsából öntenék a vizet? Természetesen, bár egy konkrét esetre nem szeretnék reagálni, azonban azt el lehet mondani, hogy amennyiben a látási viszonyok olyanná válnak, akkor ésszel, lassító fékezéssel fékezve, az elakadási jelzőt használva, főleg autópályán, amikor jelentős lassulás van, akkor azt felkapcsoljuk, és lehúzódunk a leállósába vagy vészhelyzeti sávba. Nem pedig belemegyünk változatlan sebességgel egy olyan
helyszínbe, ami nem belátható. Legyen ez porvihar, legyen ez jégeső, egy nagyon sűrű nyári zápor, hiszen akár nyáron is előfordulhat egy olyan sűrű zápor, amit nem bír el az ablaktörlő berendezés, hát ilyenkor sem szabad vakon vezetni, hanem ha kell, akkor oldalra megállva meg kell várni ezt a kis időszakot, és utána biztonságosan tovább közlekedni. Tehát mindenképpen azt mondom, hogy ha nem is felkészülni lehet erre, hiszen erre nem tudunk mit készülni, viszont megvannak azok a jól bevált protokollok, azok az eljárások, amivel biztonságosan átvészelhetjük ezt az időszakot, illetve ezt az időjárási eseményt. Vagy akár, ha nem autópályán autózunk, hanem sima országúton, akkor nem biztos, hogy fa közelébe érdemes leállni, vagy hol vagyunk villámvédett helyen például. Hát villámvédett helyen mindenképpen az autóban vagyunk, hiszen az egy feledékritka módon megóv minket a villámcsapástól. A fák környékén azért nem célszerű, mert a letörő faágak sérülést okozhatnak az autóban, tehát itt is célszerű egy olyan helyszínt választani, ami biztonságos. Mondjuk, hogyha lakott területen belül vagyunk, és még van idő, látjuk, hogy jön egy olyan zivatar, akkor célszerű egy mély garázsba, egy fedett helyre beállni, és akkor megakadályozunk azt is, hogy égeső tönkre tegye a járművünket. A nyári időszakban, ahogy említette is, talán többen ülnek autóba, illetve más típusú utazásokat is választanak, és többféle közlekedési eszköz jelenik meg az utakon, mind városban, mind országúton. Előbukkannak a motorosok, sokkal több kerékpáros lesz az úton, arról nem is beszélve. Igen, bár azt kell mondanom, hogy már nem csak a tavasz és a nyár időszakában várhatóak ezek a járművek, nagyon sokan használják ezeket a járműveket akár télen is. Igazándiból nagy térről nem is beszélhettünk az éven, de az enyhe időjárásnak köszönhetően sportosságból, kényszerből, ki tudja milyen okból, de nagyon sokan használják még mindig a kerékpárt a téli időszakban is, nagyon sokan használják főleg a fiatalabb korosztály rollert, és hát nyilvánvalóan a motor is megmaradhat, mint közlekedési eszköz, nem pedig hobbi és sporteszköz, de mint közlekedési eszköz, hanem is azokra a nagy gyorsasági motorokra gondolva, de egy munkába járáshoz is több embert ismerek, aki télen is motorra jár, tehát számítanunk kell télen is ezekre az eszközökre. Nyilvánvalóan a nyára jó idő közelettével előkerülnek a garázsból ezek a féltett kincsek, felülnek rá a motorosok, biztos, hogy többen fognak kerékpárral is menni, hiszen már nem kényszerből, hanem élvezetből lehet tekerni a kerékpáron, arról lehet pedig, mint közlekedési eszköz továbbra is megmarad, hát nyilvánvalóan nagyobb figyelmet kell fordítani a gépjárművezetőknek, és hát a járművezetőknek, tehát a rolleresnek, kerékpárosnak is a másik kerékpárosra, rolleresre másfajta figyelmet igényel. Nyilván egy-egy kanyarodáskor számítani kell arra, hogy ezek a csendes és igen gyors eszközök megjelennek. Akár a gyalogosok számára is veszélyt jelentve. Így van. Egymásra, gyalogosok számára, és nyilvánvalóan egy rollerrel is lehet akár egy teherautót is felborítani, hogyha úgy megyünk ki elé, hogy megijed a teherautógépjárművezető, elkapja a kormányt, és ütközés, borulás, bármi lehet a vége. Hát az szinte garantált, hogy a rolleres húzza a rövidet helyzetben. Ha ütköznek, tehát itt az, hogyha ütköznek, akkor igen, nyilvánvaló a védtelen közlekedő az a gyalogos, kerékpáros, rolleres, ők a legvédtelenebbek, de történhet olyan is, hogy mondom, nem ütköznek egymással, hanem egy teljesen más tárgyal, egy fának ütközéssel fog a teherautó megállni, vagy beborul az árokba, azért, mert elkapta a kormányt, elrántotta, megpróbálta elkerülni a balesetet, hiszen ilyen kötelezettsége is van a gépjárművezetőnek, hogy a balesetet elkerülje, meg kell tennie mindent. És ez ha azzal jár, hogy behúzta az árokba a járművet, akkor én felhívom figyelmet arra is, hogy a rolleresnek, kerékpárosnak, gyalogosnak ilyen esetben elsőségnyújtási kötelezettsége is van, tehát ő ugyanúgy a közlekedés résztvevője, és segítenie kell a másikon, nem pedig elhagyni a helyszínt. Mi a helyzet ilyenkor biztosítási szempontból? Tehát, hogyha egy kerékpáros vagy egy rolleres okoz balesetet és kárt valakinek, akkor kinek a biztosítására történik ez? Igazándiból nem vagyok biztosítási szakértő, viszont annyit el tudok mondani, hogy több lakás biztosítás tartalmaz felelősségbiztosítás pont ilyen esetekre. És akkor ebben benne lehet olyan is, hogy a általam tartott házi jószág által okozott kárt, tehát kiszaladt a kutyám, és úgy történt egy ilyen baleset, akkor jót elérte. De alapvetően minden képpolgár jog szerint tartozik felelősséggel az általa okozott kárért. Ha volt biztosítása, akkor fizet a biztosító, ha pedig nem volt semmilyen felelősségbiztosítása, hát akkor jogi úton érvényesíteni kell a kárigényt a károsultnak. Ezt is jó tudni. Egy ilyen akció keretében, mint ami a
téli-nyári átállási akció. Mi az, amit figyelnek, mi az, amire felhívják a figyelmet? Tulajdonképpen egy mobil műszaki vizsgálomás, egy komplett műszaki vizsgáztatást hajtanak végre a kormányhivatal szakemberei. Itt a fékektől kezdve a gumik állapotok, kormánymű, világító jelzőberendezések kompletten kerülnek átvizsgálásra. Sajnos azt kell mondani, hogy a legtöbb hibát a fékeknél találjuk, és ha nem is az üzemi fékeknél, de a rögzítő fékeknél mindenképpen. Nyilván Nyíregyháza és környékén síkvidék van, nehezebben fogjuk észrevenni, ha már nem úgy fog a kézi fékünk vagy rögzítő fékünk, ettől függetlenül célszerű ezt ellenőriztetni, pontosan azért, hogyha mondjuk nyáron majd elmegyünk nyaralni egy hegyvidéken keresztül, egy hegyvidékre, akkor ott se kelljen az autót keresni majd valahol a tengerbe begurulva, hanem biztonságosan tudjuk majd ezt rögzíteni. A műszaki átvizsgáláson felül vagy én, vagy kollégáim ellenőrizzük a folyadékok szintjét, és hát nyilván ameddig a készletünk tart, addig ablakmosó folyadékkal, fék folyadékkal, egyebekkel feltöltjük a gépjárműnek a tartályait. És hát célszerű a féken megnézni, amit mi szoktunk vizsgálni megint csak, a viszkozitást mérni a fékolajnál, hiszen nagyon sokan elfelejtik, nem cserélik a fékolajat, pedig az egy idő után a levegő nedvesség tartalmából kifolyólag benedvesedik, és ugye a víz az gőzzé válik, a gőz összenyomható, csökken a fékhatás, és egy hosszabb fékezés esetén, mondjuk egy hegyi úton problémát okozhat. Célszerű elkerülni és rendben tartani a gépjárművünket. Székszai Tia, mert én nagyon köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk. Azt gondolom, egy másik műsor keretében pedig érdemes lenne arról beszélgetni, hogy a járművezetők vajon mennyire alkalmasak a közlekedésre, de ez egy szélesebb téma. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Nagyon szívesen. Szakmai díjban részesült a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A napokban az intézmény kiemelkedő pályaorientációs programját ismerték el, amelyet a tiszalöki HCT nevezetű céggel együttműködésben dolgozott ki. A következő bejátszásban erről és a kamara új vállalkozásokat segítő irányelveiről beszél Párkányiné dr. Csurka Edina főtitkár. Már csak péntek estig van ideje arra a vármegyei vállalkozásoknak, hogy befizessék az idei évre érvényes 5000 forintos kamarai hozzájárulást. Párkányiné Csurka Edina, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára kameránk előtt arról beszélt, ezért cserébe egyre több szolgáltatás és szakmai segítség elérhető a kamarai tagok számára. Egyre több szolgáltatást szeretnénk a vállalkozásoknak nyújtani, illetve szeretnénk az önkéntes tagjaink számára is magas színvonalú és hozzáadott értéket jelentő szolgáltatásokat, programokat biztosítani. Alapvetően ugye a küldetésünk az, hogy a vármegyei vállalkozásokat üzleti sikereik elérésében segítsük minden körülmények között. Az elmúlt években hatalmas kihívásokat kellett a vállalkozásoknak megoldani, mint a Covid, a háború, infláció, energiaárak. Ebben a helyzetben a mi feladatunk az, hogy a versenyképességük megőrzésében segítsük őket, és ennek kapcsán bármilyen intézkedésben tudjunk közreműködni, ami támogatja az ő fennmaradásukat és megélhetésüket. Szeretnénk elérni, hogy magas presztízse legyen a kamarának, és vonzó legyen a tagok közé tartozni. Ennek érdekében folyamatosan olyan szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani, ami széleskörű, komplex, könnyen elérik a vállalkozások, és bármilyen problémájuk, kérdésük akad, akkor bizalommal forduljanak hozzánk. Ezért is szeretnénk azt, hogy bizalmi kapcsolat jöjjön létre a vállalkozások és a kamara között. Folyamatos, aktuális kihívás a munkaerőpiaci helyzet erősítése, a foglalkoztatás erősítése, támogatása, a városi és a vármegyei foglalkoztatási paktumoknak a partnerei vagyunk, így mi is részesei lehetünk annak, hogy új munkahelyeket megteremtünk, illetve ezáltal esetleg a munkanélküliség csökkentése, illetve a hátrányos helyzetű rétegeknek az integrációja megvalósuljon. Önkéntes tagjaink számára mesterszakmai tagozatokat, szakmai klubokat működtetünk, ezek keretében széleskörű programokon, rendezvényeken, szakmai bemutatókon vehetnek részt ezeknek a tagozatoknak a tagjai. Most a februári rendezvényünkre nagyon nagy érdeklődés volt. Egy konybemutató programot szerveztünk a Fodrász Mester szakmai tagozat tagjainak. Itt
azonnal beépíthető, tehát a napi tevékenységükbe azonnal beépíthető, mai trendnek megfelelő technikákat leshettek el a neves szakemberektől a résztvevők, és tényleg nagyon sokan vettek részt, és pozitív visszajelzések voltak. Igazából szeretnénk, tehát mi figyeljük is a vállalkozásoknak az igényeit, tehát nem csak a gazdasági kihívásokat, gazdasági változásokat nézzük, hanem meghalljuk az alulról jövő igényeket is, és igyekszünk ezeknek megfelelően akár a programjainkat is szervezni, hogy a vállalkozások valóban azt kapják, amire szükségük van, és ami fontos a működésük során, és ami esetleg érdeklődésre tart igényt körükben. Néhány napja elismerésben részesült a megyei kamara, Párkányiné Csurka Edina főtitkár, valamint Benkő Zoltán a Tiszalöki HCT nevezetű cég ügyvezetője Budapesten vehetett át elismerő oklevelet. A díj most már a nyíregyházi székhelyen van. A kamara régóta együttműködésben áll az épületgépészettel foglalkozó társasággal, amely szakképzési központként is üzemel, több száz fiatal gyakorlati képzését segítve. A fővárosban tartott szakképzési díjátadón ezt a közös munkát értékelte a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara. A Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minden évben megrendezi a szakképzési napját, melynek keretében szakképzési díjat adnak át azoknak a szakképző intézményeknek, cégeknek, akár kamaráknak, akik a szakképzésben valamilyen teljesítményt, valamilyen együttműködést nyújtanak. Három kategória, motiváció, kooperáció és innováció kategóriákban hirdették meg a pályázatot. Mi a kooperáció részben indultunk a HC Tiszalöki Hot & Cold Kft.-vel közösen. Tulajdonképpen a pályaorientáció volt ami közös programunk. Egy pályaorientációs napot tartottunk tavaly májusban a Tiszalöki cégnél, ahol nagyon sok pályaválasztás előtt álló fiatal a céges körülmények között, üzemi körülmények között ismerhette meg a szakmatanulásnak a rejtélyeit, illetve a szépségét. Nagyon jó partner volt ebben a HCT, mert tényleg széles körű a képzési kínálatuk, és 21. századi körülmények között tudnak itt a diákok részt venni ebben, tehát nagyon modern eszközökkel és feltételek között, tehát ez igazán kedvcsináló számukra. Tulajdonképpen számokban is megmutatkozott már ennek az eredménye, mert bővült a szakképzésben résztvevők száma ez alatt a lassan egy év alatt. Én úgy gondolom, hogy ennek biztos, hogy köze van ehhez a lehetőséghez, hogy ugye ott személyesen találkozhattak az oktatókkal, illetve a cég tulajdonosaival, a munkatársakkal, és tulajdonképpen nagyon sok pályázó volt, 51 pályázó volt ebben a három kategóriában, és a kooperációba az öt legjobb pályázó közébe került a kamara és a HCT, és ezért kaptuk ezt az elismerő oklevelet. A kamara főtitkára elmondta, a régió munkaerőhiánnyal küzd számos ágazatban. Különösen a fizikai munkát igénylő szakmák azok, amelyben nincs elegendő utánpótlás. Éppen ezért szeretnék folytatni, sőt kiszélesíteni a díjat érdemlő pályaorientációs munkát, bevonva akár más vármegyei cégeket is. Folyamatosan tapasztaljuk, hogy ugye a szakma tanulás, a szakmai képzés iránt érdeklődés nem tart akkora érdeklődésre számot, tehát elég nagy a szakember hiány, és ezt minden fizikai szakmára elmondhatjuk. Tulajdonképpen ebben szeretnénk, tehát ugye ez egy nagy feladata a kamarának, hogy ebben valamilyen áttörés, tehát ezt próbáljuk lassítani, ezt a szakember hiányt. Ennek érdekében ugye a pályaorientációs tevékenységünk az elég széles körű. Tulajdonképpen az lenne a célunk, hogy, mert sokan azért nem választják a szakmatanulást, mert egyrészt információhiányuk van, illetve tévhitek vannak a szakmatanulással kapcsolatban. És ugye az lenne a célunk, hogy a vármegye képzési kínálatát, a munkalehetőségeket minél szélesebb körben megismertessük a pályaválasztás előtt állókkal, és ezáltal ezeket a fizikai, gyakorlatigényes szakmákat népszerűsítsük, vonzerejüket növeljük. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!